Tessék elképzelni, hogy a Komáromi Gimnázium mindjárt elsőtől negyedik osztállyal indult. Annyian jöttünk vissza részben Magyarországról a második, harmadik, negyedik évfolyamosok is, illetve annyian jöttek át, akik előzőleg szlovák iskolába kényszerültek, vagy gimnáziumba kényszerültek, jöttek a magyar iskolába. Hogy mindjárt ilyen telt létszámmal indult az iskola, és hát bennünk a nagy fényes szelek, meg népi kollégiumok magával ragadott szellő, vagy fényes szelek mozgolódtak, és az iskolában az első dolog volt az, hogy egy nagy társadalmi életet teremtettünk. Én, mint táncos, létrehoztam Szlovákiában az első néptánc csoportot a Komáromi Gimnáziumba, és mit ad Isten, még olyan szerencsénk is volt, hogy nagyon gyorsan műsort tudjunk építeni, hogy valami sárgaság miatt lezárták a várost, nem lehetett elhagyni, nem lehetett iskolába járni, stb. De azért mi titokban tanultunk, naponta 3-4 órát próbáltunk, mire karanténnak vége lett, akkor arra kész lett a program, és ma jártuk is a Komárom környéki községet. Én két helyen szerepeltem, Gútán és Ógyallán, és óriási élmény volt, megrázó élmény volt az, amikor vége volt a műsornak. Ugyanolyan regős csapati műsor volt, mint előbb említettem. Sírva jött oda a közönség hozzánk megköszönni, hogy magyarul beszéltünk a színpadon, meg magyar nótát hallott meg. Mert ugye még mindig bennük élt a nagy benesi félsz. A benesi dekrétumok eredményeképpen a nagy félelem. A Komáromi Gimnázium épülete a bejárat felől úgy néz ki, mint egy ebető. Van két szárnya és egy középi kis szárnyacskája, és úgy határoztunk, hogy a középső szárnyat, a bejáratot feldíszítjük fogadásra, úgy, hogy egyik oldalra a szovjet, másik oldalra a csehszlovák, középre pedig a magyar, vagy pedig szóval a három zászlóval díszítjük, de Komáromba 1950 őszén számtalan családot megkérdeztünk, és intézményt megkérdeztünk, magyar zászlót senki nem tudott kölcsönözni. Ugyanaz a félsz. Átengedtek bennünket a hídon, a híd másik végébe volt a magyar őrség, odáig átkísért bennünket a szlovák katona. Onnan betelefonáltunk a magyar gimnáziumba, akit az ünnepére meghívtunk, de az csak két nap múlva került sorra, hogy hozzanak kölcsönözni egy zászlót, és hozzák ki. Kölcsönöztek egy zászlót, kihozták, és onnan a hídtól, az körülbelül egy olyan kilométernyi lehet a gimnáziumig, Gyurovszky László osztálytársam, ennek a építésügyi miniszternek az apja, az osztálytársam vitte a rudat, én pedig hátul fogtam a kibontott zászlónak a végét, és úgy jöttünk végig Komáromon. Elmentem, a Dobos László volt az egyik ifjúsági vezér, mai nagy tiszteletnek örvendő íróbarátunk, Csanda Sándor, a későbbi nagy irodalmár, ezek voltak, akik a felvételi bizottságban is jelen voltak, és örültek, hogy jelentkeztem, és mondtam neki, hogy gyerekek, ez történt, feketén nem lehet egyetemre járni, akkor mégse lesz az együttesből semmi, Isten veletek. És kiderült, hogy nem, mert a Csanda akkor már a Csemadok elnökségének tagja volt, és azt mondja, hogy te Bandi, hát a Csemadok éppen egy néptánc szakembert keres, egy zenei szakemberük már van, ez volt az Ák Tibor, gyere oda, menj, jelentkezz, megmondta, hogy kinél, megmondta, hogy hova menjek. Elmentem, Fellegi István volt a főtitkár, elmondom nekik, hogy ki vagyok, mi vagyok, azt mondja, nem kell sokat beszélni, mi tudunk. Mi voltunk kint a Szlovák Állami Népi Együttesben, és tudjuk, hogy ketten vagytok ott magyarok, a Kvocsák József Kassáról, meg te. Mi a Csemadok meg akarjuk alakítani a Magyar Népművészeti Együttest, és hogyha megtudunk
és megegyeztünk, akkor vett tudomásul, hogy január 1-től, 1952. január 1-től annak a népművészeti együttesnek te leszel a koreográfusa, Ág Tibor pedig az énekzenei vezetője. Hát, jó, de ahhoz az kevés, hogy a fellegi, a főtitkár kimondja, te leszel, ehhez anyag kell. És akkor kezdtük aztán Tiborral a gyűjtést. Megalakult a Csemadok 49-ben, már helyet adott, már volt hova beülni, hova bemenni, honnan beszélni, és hát az Andrásnak az élete, úgy tetszik az életmű, azt hiszem, hogy a Csemadokkal kezdődött érdemszerűen, és egész addig, míg a Csemadokba ez az új kommunisták teljesen, szóval azt a garnitúrát, aki alapítója volt, alapozója volt, fundusa volt a Csemadoknak, szlovákiai magyar kultúrának a második háború után. Szóval ő az egyik nagy alakja, akiből nem volt sok. Karácsony harmadnapján már Zoboráján voltunk, és egy tíznapos gyűjtőút alatt bejártuk Zoborájának azokat a községeit, amely községeket előzőleg Kodály már megismert. Az volt az elképzelés, hogy egy hármas tagoltságú együttest létrehozni, énekkarral, zenekarral, tánckarral, és ennek a szervezése volt aztán lett aztán a feladatunk. A feladat elvégzésére, hogy annak az együttesnek legyen miből is műsort építeni, először meg kellett ismerni az ország hagyománykultúráját. Hát egy év kevés arra, hogy egy ország területét vagy egy felvidék területét végigkutassuk, de elég volt arra, hogy különböző olyan néprajzi központokat, mint mondjuk rá Zoboráia, vagy mondjuk rá Medvesáia, vagy mondjuk rá Szilice és környéke, vagy Királyhelmec és környéke, tehát Bodrog köze. Tehát ilyen nagyobb egységeket megismerjünk, és az egy év alatt lényegébe gyűjtöttünk Medvesáját, vagy tíz községébe
gyűjtöttünk Bodrog köz és Ungvidék vagy 6-8 községébe, gyűjtöttünk, rendszeresen visszajártunk Martos és Martosra és környékére, gyűjtöttünk Kéméndés környékén, tehát megismerkedtünk több olyan területtel, amelyik területből már építkezhettünk. Az együttes egész létébe a bizonytalanságban létezett. Igaz, hogy szép hangzatos volt a neve, hogy Csehszlovákiai Magyar Állami Népművészeti Együttes, rövidített és köznyelven használva népes, de az a bizonyos anyagi bázis, amelyik anyagi bázis a többi együtteseknél, beleértve az ukrán nemzetiségi együttest is, természetes volt, ez az anyagi bázis bizonytalan volt, mert nem külön együttesi költségvetésként szerepelt, hanem mindvégig a Csemadok testületeként szerepelt, és a költségvetését is a Csemadok költségvetésével egyetembe határozták meg. 1954. decemberére kiderült, hogy a Csemadok tovább ezt nem bírja. A Csemadok már ő maga rájött arra, hogy túlságosan nehéz, és született egy olyan politikai elképzelés, hogy Szlovákiába vagy Csehszlovákiába sokat állami költségvetésből élő népi együttes, és létre kell hozni egy olyan központi együttest, amelyik a nemzetiségek kultúráját is műveli, és így 53, illetve 55 nyarán vagy tavaszán felszámolták a Magyar Állami Népi Együttest is, meg az Ukrán Állami Népi Együttest is. A Szlovák Állami Népi Együttes mindkét testületnél felvételi vizsgákat tartott, a javát kiválogatta, illetve akik hajlandók voltak hozzá átmenni, azokat átvette, azzal, hogy majd a ő műsora fogja szolgálni a nemzetiségi kultúrát is. Magyar nemzetiség területén ebből a kultúrából annyi lett, hogy azóta is talán egyetlen csárdás kompozíciót tanult be, tehát nem élt ezzel. Ő azt mondja, hogy ő nem is vállalt ilyen feladatot. Az ukránok meg olyan ügyesek voltak, hogy az együttest nem számolták fel, hanem Eperjesen, ott működött az ukrán együttes. Mindjárt hozzá csatolták a ukrán nemzeti színházhoz, vagy hogy hívták az ő színházokat, és az ukrán színház részeként a mai napig is még vidáman éli életét. Lényegében 1960-ban kezdődött egy olyan fellendülés, vagy az 50-es évek második felébe kezdődött egy olyan fellendülés a felvidéki magyarság életébe, így a Csemadok életébe is, amikor már sikerült azt a 45-50 közötti félelem időszakát legyőzni az embereknek önmagukba, és a Csemadok alapszervezetek szaporodtak. Volt olyan időszak, amikor 500-on felül volt a Csemadok alapszervezetének a száma, pedig egy-egy településen, legyen az Pozsony vagy Akarsajótiba, ugye egy-egy településen csak egy alapszervezet vagy helyi szervezet működhetett. A Csemadok alap gondolata az volt, hogy ezek a szakemberek, mármint a központ szakemberei, meg a kerület szakemberei, ne csak Magyarországról vagy másünnen átvett alapanyagot szolgáltassanak az együtteseknek, hanem saját gyűjtésanyagát is. Megjelentek a Táncolj velünk füzetek, vagy megjelentek az Eredeti Magyar Népi Táncok című füzetek, amiből, ha nem tévedek, összesen az elmúlt évtizedekben mindegy 20 jelent meg. Ugye? Na és mikor ez már még egy magasabb fokra jutott,
és lehetett a filmeket átjátszani videóra, jobban lehetett tanulmányozni, bátrabban lehetett vele dolgozni, akkor sor került ennek a megfelelő leírására, és az első olyan könyvformában megjelentetett tánc, felvidéki táncanyag, amelyik a mátyusföldi gyűjtéseket tartalmazza, az 1981-ben a Madács kiadó gondozásában jelent meg. Ez a könyv nem csak felvidéki magyar vonatkozásban, hanem egyáltalán szlovákiai vonatkozásban első olyan publikáció volt, amelyik publikációban a Labán táncjelírás, a közölt anyag nagy részét, a táncmotívukum, meg menetleírás nagy részét már Labán írásban is közölte. Tehát párhuzamosan egymás mellett volt a szóbeli leírás és a jel, a tánckotta leírása is. Na, ennek is van egy kis magyarázat, hogy miért olyan késő. Előbb már említettem, hogy a 68-as események után pártvonalon engem felelősségre vontak. 1971-ben adtam le a Mátyusföldi Népi Táncok című monográfia kézikönyvét. Kiadásra kezdték dolgozni, amikor kizártak a pártból, és így 10 évre megvonták, ennek következményeképp 10 évre megvonták a közlési jogomat is. Szegény kézirat 10 évet porosodott a Madács kiadó szerkesztői fiókjába, míg végül a párt akkori elnöke, mármint a Csemadok pártszervezet akkori elnöke, írásbeli felkérésre hajlandó volt írásba engedélyezni, hogy ez nem tartalmaz politikai nézeteket, hanem csak szakmai dolgot tartalmazhat, engedélyezzük 10 év múlva. No, és utána, amikor az engedély egyszer már megszületett, utána már folyamatosan mentek. És megjelent ennek a folytatásaképpen, megjelent a Gömöri Népi Táncok, további kötetként megjelent a Csalóközi Népi Táncok, de most a múlt év végén megjelent a Mátyusföld legészakabb területének, Jókának a hagyományos táncai és táncélete. Úgyhogy jelen pillanatban, mint néptáncos könyv, amelyik mindegyik Labán írásban is és szóbeli közlésben is a felgyűjtött eredeti anyagokat közli, ez a 4 kötet jelent meg eddig.